Jótékonysági célra rendezett színházi előadást a Nyíregyházi Rotary Klub. A Budapesti Operett Színház Lili Bárónő című produkcióját hívták meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartottak szombaton. A rendezvény nyitányaként a Rotary Magyarország tapintható, láthatatlan elnevezési projekt vezetője Nagy Gyula emléklappal jutalmazta a támogatókat. A szervezet így köszönte meg többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, valamint elnöke Sesták Oszkár, dr. Pénzes Marianna 2014-15. Évi elnök és Pták István projektfelelős munkáját. Az előadás férfi főszerepét Dolhai Attila játsza. A Lili Bárónőt nagyon szeretjük, tehát ez egy szívünk csücske előadás, Raktárszínházban játsszuk fönn, az Operett Színházban is több mint 10 éve játsszuk már. Ez azt hiszem önmagát beszél, hogy a közönség nagyon szereti a művet, és ezt az előadást is. És hát nagyon nagy boldogság volt megtapasztalni azt, hogy mikor kiderült, hogy jövünk, akkor egy pár héttel később szóltak, hogy nem egy előadás lesz, hanem kettő, mert annyi akkor az igény. Úgyhogy köszönjük a nyíregyháziaknak ezt az érdeklődést. A főbb szerepeket Dolhai Attila mellett Lukács Anita, Lehocki Zsuzsa, Szendi Szilvi és Szolnoki Tibor alakították.